Tanultak a TV2 műsorvezetői a marketing és média népszerűségi felmérésén. Az ország 25 legnépszerűbb hírességét felsoroló listát Majka vezeti. A stúdióban Marcs Janikóval és Demcsák Zsuzsával beszélgetünk, akik az előkelő harmadik, illetve ötödik helyen végeztek, illetve itt van Nyomárkai Kázmér, a marketing és média stratégiai vezetője. Jó reggelt, hölgyeim! Jó reggelt, uram! Jó reggelt! Azt nézem, hogy mind a ketten tanárnénőre költöztetek, tehát azért készítjük a címlapot. Ez fontos most ebben. Feleltél, ha fölkapnátok, hoztam nektek egy-egy szemét, csináljunk egy képet, kérlek, jó? Tegyétek fel egy picit. Hát legyetek tanár. Ne haragudj, Laci, nekem nem szabad szemüveget hordanom. Bocsánat, elnézést, ez is a stratégia. Mert egyébként van. Jó. Sajátom. Van. Jó, oké. Hogy lehet ezt jól csinálni, lányok? Tehát én azt gondolom, hogy mind a ketten amennyire lehet, óvjátok, véditek a magánéleteteket, mégis egy ilyen előkelő helyen végeztetek. Tehát ez azt jelenti, hogy azért most, hogy mondjam, tehát hétköznapi nyelven nyomultok azért rendesen. Ehhez nyomulni kell, hogy egy ilyen eredményt elérjetek. Minek köszönhető, hogy csináljátok? Ráadásul én nem is foglalkozom ezzel. De tehát akkor hogy lettél? Mert én nem vagyok egészen tisztában, hogy mi alapján. Akarod hallani? Kázmér, akkor kezdjük veled. Nagyon szívesen elmondom, tehát mi három különböző dolgot néztünk. Az egyik dolog az volt, hogy kihányszor van a címlapon. Kihányszor? Milyen számok vannak itt? Mondj már, mondjuk Lau vagy, nem tudom, akár Anikó esetében. Hát milyen éves. Neked most intenzív éved volt itt a címlapok tekintetében. Hát miután új hús vagyok. Új hús. Éves feltűnés tekintetében, ha itt szólt a kérdés, akkor mondjuk 40-50 az egy nagyon magas 40-50 szám. 40-50 címlap. Ugye fontos, hogy itt napilapokat is nézünk, és különböző bulvár vagy félig bulvár magazinokat is nézünk. És az akár akarom, akár nem kategória, tehát minden, ami címlap. Így van. Tehát mindegy, hogy jó hír vagy rossz hír, a lényeg az, hogy címlap. Pedig én mindent megteszek azért, hogy a szerepeljek címlap. Neked mennyi volt, Zsuzsi, így nagyjából tudod? Nagyságrendet sem tudsz? Kázmér, nem tudom, tudod, de sokkal kevesebb, mint tavaly. Azt tudom. Én úgy emlékszem, 31 néhány. 31 címlap? 31 néhány. Na de folytatnám, tehát nem csak arról van szó, hogy hányszor van a címlapon valaki, hanem a tévéműsorokban ahhoz szerepel, milyen elérést tud biztosítani, és ugye miután ilyen modern világban élünk, mi néztük már a közösségi médiás jelenlétet is, hogy kinek mennyi követője van Facebook, Instagram, és a háromból együtt alakult ki ez a sorrend. Én most letöltöttem az Instagramot, és elkezdek majd Instagramon is ott lenni. Ez így van. Akartam mondani, hogy akkor valószínűleg én viszont rengeteget szerepeltem újságok címlapján, mert én se Instán nem vagyok fönn, se Facebookon. Igen? Akkor címlapokon, igen. Egyiket sem. Nem is ismerem, azt sem nem tudom, is ismered. Az. De érdekes ez. Hát figyelj, de egyébként kell szerintem, a közösségi médiás jelenlét az nagyon fontos. Több szempontból is fontos, már csak azért is, mert hogy kereskedelmi szempontból értékesíthető felület, és ez szerintem minden közszereplőnek számít, illetve jó. Az, hogy most milyen címlapokon szereplünk, vagy hogyan szereplünk a címlapokon, az meg egy másik kérdés. De hát nyilvánvalóan az is valahogyan a hírességet, vagy a népszerűséget befolyásolja. De ez, amit Kázmér mondott, ez relatíve objektív. Tehát, hogy ezek számok. Ezek objektív számok, amiről beszéltél. Tehát, hogy itt nem nagyon lehet mellé beszélni. Tehát ennyi követőd van, ennyi címlapod van, ilyen nézett a televízió műsor, amiben éppen te dolgozol. Tehát, hogy ez relatíve objektívnek tűnik. Így van, itt csak elszámolni lehet, de kétszer átszámoltuk, úgyhogy el sincsen számolva a dolog. Hogy tetszik ez neked, Anikó, hogy harmadik vagy? Hát ezt most itt tudtad meg? Nem, már... de hogy ezt egy tényekadásban tudtam meg, rendkívüli meglepetésként. Saját magadat felkonferáltad? Igen, és ráadásul szólt a rendező utasítón keresztül, valamit vicceskedett. És miről beszélsz? Mert ez egy olyan nap volt, hogy nem tudtunk minden anyagot, nem tudtunk minden felkonfot átnézni, mert próbáltunk az új stúdióban. Nagyon meglepődtem, csak közül meg az az érzésem, hogy olyan szerénytelen azért itt ülni, és azt mondani, hogy... Tök jó. Igen, örülök neki. Köszönöm szépen. Jó érzés. Így... Szerintem is jó érzés. Persze, hát aki itt ül a kamerának ezen, persze, hogy jó érzés. Zsuzsi, te? Így az ötödik helyedet, meg egyáltalán ezt a népszerűséget, tehát te így úszkálsz benne, vagy inkább én, ilyen, én mondom, inkább tehát, annak tükrében, hogy én mindent megtettem azért, hogy ne szerepeljek címlapokon az idén. Nem volt tökéletes a stratégia végrehajtása. Rosszul dolgoztál, ötödik lettél. Annak tükrében az ötödik hely is, nem tudom, jónak mondható, vagy nem jónak mondható. De én 100 000 követnek, én örülök. Igen, egyébként én meglepődtem, mondtam is, hogy én azt hittem, én úgy gondoltam, hogy a hölgyek fordítva kapják a helyezést, mert Anikóról sokkal kevesebbet lehet találni, például emiatt, hogy nincs közösségi oldalad, viszont amikor te megérkeztél ide hozzánk, akkor nagyon sokat foglalkoztak veled. Szerintem ezért a tényekbe való visszatérésed okán, igen. Mi volt az időszak, amit néztek, az elmúlt egy év? Az időszak az elmúlt egy év volt, teljes egészében. Igen. Zsuzsi, szóval, hogy te hogy éled ezt meg?
Tehát, hogy szereted ezt, úszkálsz ebben a népszerűségben? Figyelj, én ki is posztoltam egyébként a közösségi oldalamra ezt a cikket, hogy ötödik lettem, mert én magam is meglepődtem. Mert tehát hazudna az ember, hogyha azt mondaná, hogy nem szeret szerepelni rangsorokban, listákon, nem szeret ki tüntetéseket, vagy nem szeret díjakat kapni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy minden elismerés jó. Uh-huh. Úgyhogy meg is mutattam a gyerekeimnek is. Így van, ez így helyes. És az Instagramon is jelen leszek majd. Mennyire foglalkoztok azzal, hogy mi a vélemény rólatok? Hát akkor most Anikó ugye a közösség oda nem tudja ezt visszanézni, tehát te például nézel kommentet, Zsuzsi? Bocsánat, annyira egyszerű igen. vagyok, tehát ha valamit annyira posztolsz, igen, de hogyha te valamit posztolsz a közösségi oldalon, akkor ezt bárki megnézheti, tehát én mondjuk oda megyek valahogy, azt mondjuk nem tudom, hogy, és akkor írok valamilyen vélemény. Bekövetsz engem. Igen. Bekövetsz engem, és akkor tudsz írni egyébként. És te visszaigazolsz? Facebook alatt. Nem. A közösségi oldalon nincsen visszaigazolás. Aha. Tehát nem kell, hogy barátok legyünk. Nem. Okay. Nem. És azt írok, amit akarok? Nem baj, hogy azok vagyunk? Nem számít, tehát ettől én írok. Kázmér, képzeld, hogy akkor az Anikót hova lehetne felhúzni, hogyha esetleg csinálna magának egy oldalt? Azt hiszem, ugye? Jövőre meglátjuk, hogy hova lehet felhúzni. Na jó, Zsuzsa instázik, én... Jó, igen, szóval, Zsuzsi, de elkezdem neked magyarázni. Zsuzsi, érdekel a komment? Nagyon... Tehát, hogy azért most már 20 éve dolgozom ebben a műfajban, tehát, hogy volt, amikor nagyon bántott, volt, amikor rossz volt, az első kritika, amit kaptam, emlékszem még egy magyar narancsos újságírótól, aki azóta az egyik legjobb barátom, elmondta, hogy ezt csak azért írta, mert hogy ez volt a feladata. Uh-huh. Tehát, hogy az ember a szívére veszi egyébként ezeket eleinte, persze. De utána meg csak legyint rájuk, tehát nem szabad. De az egészen elképesztő, hogy mit meg nem engednek maguknak, tehát hogy lehet, hogy jobb is, hogy nem vagy egyébként Facebookon. Lehet, hogy igen. Kázmér, az új tehát év... Azt már elmondtam, bocsánat, hogy a lábfetisiszták országában élünk. Igen. Egyébként az új év ebben az értelemben már elindult? Az új évad? Hogy kezdünk ezt számolni? Igen, persze, tehát a következő jelölésre már elindult? Nem, abszolút még nem indult, tehát ezt mindig évvégén kezdjük összeállítani. Évvégén, tehát naptári évtől, tehát a rendes naptári év szerint január 1-től. Jó, csak hogy a Zsuzsival hogy játszok itt a címlapokat, tehát hogy tudjam, hogy segítsek, vagy ne neki, ezt majd megbeszéljük adáson kívül, jó, Zsuzsi? Hogy te segítsél nekem, okay. Cukival. Tudok, hidd el, hogy tudok. Mivel a kétszeres nagypapával? Például. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget. Zsuzsi, te nem mész sehova. Nem, még sehova.